Tisztelt Államtitkár úr, tisztelt Polgármester úr, Polgármester urak, képviselő hölgyek és urak, apró polgárai, kedves vendégek, kedves gyerekek! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket nemzeti ünnepünkön. Mondják, a himnuszt énekelték, úgy indult a kapuska tűzbe, s a könyvgáz meg a tűzzel felték sem igazgatta vissza őket. Csorgott a könyvük, talán sírtak, csorgott a vérük, belehaltak. Diákok voltak, s ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Ők akkor 60 évvel ezelőtt a himnusz énekelték. Itt Aggán is a himnusz énekelték, itt ennek az ezen a zászló alatt, amit ma már történelmi eredményként őrzünk. Kérem kedves ünnepből, énekeljük el mi is egyéb nemzetünk himnuszát. Zenei kísérletet, rácsodalkozás a zászlóval. Thank you.
vendége és kedves egyik ünnepű alkalma. Nemzeti ünnepeink mit is jelentenek számunkra? Kapcsolatot a múltunk, jelenünk és jövőnkhöz. A mai ünnepségünket emlékezni és emlékeztetni akarunk 56 hősére. Mi volt 56 karátok? Múlt, ami elmúlt. Egy nép, amely elmúlt. Hol volt, hol nem volt. Se élő, se volt. Elfelejtettem a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett. Mi 1989. október 23-án ünnepelhetünk először szabadon a forradalom évfordulóját, és ezen a napon kiáltották ki a harmadik magyar köztársaságot. Tisztelettel kérem dr. Nagy István parlamenti államtitkárnak, térségünk országgyűlési képviselői, hozzá meg velünk ünnepi gondolatait. Polgármesterek, kedves hatói polgárok, rabszolgakúrus után nagyon nehéz megszólalni szemben, hogy olyan elementáris erővel jutta meg a szabadság iránti vágyat, amely egy olaszó, de amely szerintem minden magyar ember életében szívében utatkozik, csodálatosan mozgatkozik. A magyar népnek 60 évvel ezelőtt kellett történelmi folyamán sokakszor megmutatni a világnak, hogy semmilyen ideológiai köntösre burkolt elnyomás nem képes megtenni. 60 éve Márai Sándor szavaival egy nép azt mondta, elég volt. Hazánk átlépett a diktatúra sötétségből a világosságba, amikor szemben mehet nézni az kivésbő által is megjelenik a tanulságba. 1956. október 23-án a magyar nép ha csak rövid időre is, kivívta a szabadságát, és egyúttal a világviselését. Felkelt az igazságért, a hamis ideológia, a hazug, erkölcstelen és embertelen mutató ellen. A történelmet nem lehet előre kiszámítani. Még kevésbé valamilyen egységes hatalmi központot irányítani. Soha nem lehet tudni, mi az az utolsó csepp, amely megváltoztathat mindent. Az emberek ráébrednek jogfosztottságukra, a helyzetük, a legerősebbnek tűnő diktatúra sem tud gátat venni az eseményeket. Akkor szemtanúk még emlékeznek arra, milyen érzés az, amikor egyetlen nagy akarattá egyesül a kilátástalanság és elégedetlenség, amely külön-külön nem jelent fenyegetést jelentéktelennek tűni, de ha egységbe forr, akkor megállíthatatlan. A szabadság élményének megtapasztalása mellett az akkori események legfontosabb üzenete a közösségi szolidaritás fontossága, amely bebizonyította, hogy milyen óriási energiákat képes felszabadítani az összefogás, még egy kis nemzetben is. Éppen ezért mondhatjuk, hogy október 23-a szabadságharc novemberi végrehajtása ellenőri és ünnep, pirosbetűs ünnep az egész magyarság számára. A magyar forradalom ütötte az első részt az embertelen bolsevik diktatúra pajzsán, hiszen a II. Világháború után a történelem során először egy kis nemzet fegyvert ment ragadni a világháború győztes nagyhatalmak a kommunista szovjet birodalom harci gépezet ellen. Ez a világtörténeti jelentőséget a magyar 56-nak, mert véglegesen és visszavonhatatlanul leleplőződött a világ szemében a vörös kolosszus jogtipló, elnyomó és kegyetlen arcolata. Bár a magyar forradalmat elkiporta, olyan sebet kapott, amelyet nem tudott többé kihevelni. Sokan úgy gondolják, hogy a november 4-i hiszegő koftámolással vége lett a forradalomnak és a szabadságharcnak. Ez azonban nem így van. A harcok végeztével a munkástanácsok folytatták az ellenállást, nem ismerték el az áruló Kádár kormányt. Az ellenállást csak 1957 közepére a sortüzekkel és letartóztatásokkal tudták végleg eltoborni. Tisztelt emlékező közösség! Tudjuk, kegyetlen volt a megtorlás, de az áldozat nem volt hiányoló. 1956 az erkölcsi talapzata az 1990-es évek elején végbenet rendszerváltozásnak is. De 1956 az alapja és kiinduló pontja a mai magyar alkotmányos berendezkedésnek is. Ahogy Magyarország alaptörvénye fogalmaz,
egyetértünk az első szabad országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy a mai szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki. Már az első szabadon választott országgyűlés 1941-ben nemzeti ünnepeink közé emelte október 23-át. Azt a napot, amelynek emléke örökre összefonódik a szabadsághoz megmenekülésével. A lengyelekkel szolidaritást vállaló tömeggel, a forradalmi ifjúsággal, a rendszer által elnyomó munkásokkal, parasztokkal és értelmiségiekkel, akik felismerve a diktatúra hazugságait, egy jobb élet, egy új világ reményében fogtak fegyvert a Kreml urai és hazai kiszolgálóik ellen. Az emlékezés felemelő pillanatát fájdalmassá teszi, hogy az októberi eufória után elérkezett a kiábrándító november. A világpolitikai helyzet nem kedvezett a magyar helyzet. Magyarország élethalál küzdelmében egyedül maradt a szovjet monstrummal és magyar csatlóséggal szemben. 1957-ben a világhírű francia író Albert Camus így méltatta a magyar forradalmat és helytállást. A legázolt, bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendővel. Nehéz mindenkinek méltónak lenni ennyi áldozatra, de meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revidálva képzeléseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesült Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál előnyével, amelyek elhomályosítják a történelmet, bontakozik az élet és megbízés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás és szabad munka terméke. A magyar munkások és értelmiségek, akik mellett annyi tehetetlen bánat állunk ma, tudják mindezt, és ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét legyen megértették. Ezért a szerencsétlenségünkben osztozunk, miünk a reményünk is. Nyomorúságunk, láncaik és számítottségünk ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk. A szabadságot, melyet ők nem nyertek, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk. És valóban ennek az áldozatnak, ennek az örökségnek a gyümölcsét élvezheti az a nemzedék, amely a rendszerváltást követően immár egy szabad világban az Egyesült Európa büszke tagjaként létező független, demokratikus országban élhet és nevelkedhet. Őszintén reméljük, hogy ennek a nemzedéknek és az utánunk jövő generációknak soha nem kell megtapasztalni, hogy a zsarnokság nyomasztó gyötrelmét. Legyen szó akár a csengőfrász, vagy a padlássöprések időszakáról, akár a kádári patriarchalista puha diktatúra rombolásáról, amelynek még ma 25 év elteltével és nyugi az ország a gazdaság is egyik következménye. Mert 56 erkölcsi dicsősége nem lehet a románi győzője a zsarnoké. Az csak is a diktatúrával szembeszálló hősöké és megkurcoltaké lehet. Tanuljuk meg becsülni az áldozatokat, és tanuljuk meg becsülni az eredményeket. Emlékezzünk meg azokról a százezrekről, akik minden feladatba elhagyni kényszerültek szülőhazájukat a szabadságharc után, valamint azokról is, akik mindent vállalva itthon maradtak, és a forradalom alatti szerepvállalások miatt akár évtizedekre számkivetetté váltak a saját hazájukban, vagy életüket áldozták, köztük a Máté miniszterelnökkel, vagy mindenkivel együtt. 1956 világtörténelmi esemény volt. A rendszerváltozásunk eltelt negyed század kellő távlatunk ahhoz, hogy 56 hősei az őket megillető méltó helyre kerüljenek a nemzeti emlékezetben. És 60 évvel a forradalom és szabadságharc után végre visszaadjuk a forradalom dicsőségét azoknak, akiket megillet, a hétköznap hőseinek. A szabadság a legfontosabb nemzetérték. A szabadság azt jelenti, hogy magunk döntünk magunkról. Nem hagyjuk, hogy más államok, nemzetek érdekei befolyásolnak minket. Mi tudjuk csak, hogy mi hogyan szeretnénk élni. A szabadság ma is, holnap is, minden nap meg kell élni. Szerencsére manapság már döntően nem fegyverrel, hanem okosan érvelve, közéleti, politikai, kulturális eszközökkel. És ebben a munkában minden magyarra szükség van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tiszteletünk a hősök előtt, mert valóban nem felejthetjük el őket soha. Miután emlékezetükre ne csak koszorozunk ezen a napon, hanem a jövőben derűvel tekintve és példájukból tanulva fogjunk össze,
és tegyünk minden nap egy szabad, független, demokratikus és élhető Magyarország felépítéséért. Legyünk méltók az örökségükkel, és teljesítsük be mi az ő álmaikat. Manuális szavaival élve, áldott egy magyar nép, ki a zsarnok ellen megkínzott szívedet az utcára vitte. Ropogó gerincet egyenesettét, az emberség gélceg szavait kiáltva, véreddel írtad be a szabadság nevét. Áldott legyen fényes forradalmat, nemzet. Őségekhez méltó tettét sugárzón betűnnek a világ elborult regére. Hősiesség, köszönetadás és szabadság legyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulának legfőbb üzenetet. Mert ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig születnek újak. Örömsüleim, köszönöm. Vannak köztünk néhányan, akiknek 56 nem csak egy történelmi esemény, hanem vannak konkrét emlékeik vagy emlékhozzámai. Az idei kerek évfordulós ünneplés különlegessé teszi számunkra, hogy itt Addán készült egy könyv, amely emlékeket őriz. Elsősorban a 60 évvel ezelőtt történt addai eseményekről. Kérem Szabó Zsolt urat, Adda polgármesterét, mutassa be ezt a könyvet. Tisztelt államtitkár úr, polgármester úr, intézményvezető, nyilvánosság úr, képviselő hölgyek és urak. Magyar történelem számos eseményt ad számon az utóbbi 100 évben. 100 év, kimondom is sok, de valójában csak két ember öltől. Évről évre változik a jelentése, és fogynak a megtestesítői a velünk élő történelem kifejezésnek. Nincs már kikérdezhető szemtanúja az első világháborúnak, és rohamosan fogynak azok, akik a második világégés aktív résztvevői vagy kényszerű elszenvedői voltak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának évében nagyon is időszerű figyelmet fordítani arra, hogy ami felelhető, de fel nem dolgozott verbális hagyatékokat összegyűjtsük. 1956. októberéről sokat, sokan tanultunk, olvashattunk. Ez a tananyag azonban az egész forradalmat alapjaiban befolyásoló budapesti és nagyvárosokban történt eseményekről szól. Pedig ez az esemény hatással volt a legkisebb településekre is. Mindenhol voltak ellenzői a rezsimnek, másként gondolkodók, akiket a diktatúra elnyomott, megfenyegetett, igyekezett átnevelni. Ezek az emberek voltak a mozgató rugói 60 évvel ezelőtt az eseményeknek. Ők érezték azt, hogy itt az idő, mi már nyilvánosan is hallatni hangjukat, beszélni arról, amiről néha még családon belül sem volt hirdomos. Ők voltak, akik képletesen és ténylegesen zászlót bontottak a változás szerének hitt 19 napban. Az addai események az 56-os nagy mozaikot kicsi darabját jelentették. Mi falunkban szerencsére nem történtek más visszaemlékezésekben emlegetett szörnyű és kirívó esetek. Már a későbbi megtorlás időszakában statisztikai megfontolásból a hatalom a legkisebb településeken is igyekezett példást tatuálni, megmutatni visszanyert erejét, így Addán is találtak bűnösöket. Miután az idei évben pályázati forrásból lehetőség nyílt arra, hogy Magyarország bármelyik települése, melynek vezetői és közössége fontosnak tartják a múltjuk felkutatását és megőrzését, megörökítse saját történelmének a részletét, mi addaiak értünk ezzel. A programot az 1956-os forradalmi szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatta. A könyv a Magyar Szabadság Éve elnevezési programszolgálat Hansfeld Péter pályázatának keretében valósult meg. Az
Az ötlet gazdája professzor dr. Polgár Tibor volt. Pályázatunk beadására és menedzselésére az Arabona EGTC munkatársát, Csányi Péter kértük fel. A munkát a második Rákóczi Ferenc Alapítvány fogta össze, azon megbízásából a kuratórium elnöke volt, akinek nagyon sok munkája volt ebben. Ezen felül az önkormányzat anyagilag támogatta önrészsel projektet. Igazi helyi civil összefogásként az abdai tehetséges fiatalok támogatására alapítvány kedvezményezett hallgatói és két abdai pedagógus váltak több hétre kérdező biztosokká, hogy felkeressék a még élő szemtanúkat. Ezek a kérdező biztosok Rixelné, Szokori Kornélia, Gergely Valéria, Domján Szilárd, Fazekas Henri, László Fiudik, Németh Patrik, Ékes Dániel, Ékes Fanné és Ékes Viktória voltak. Az interjú alanyok kiválogatásában Halok Sándorné volt segítségünkre, az ő munkáját Saru Dániel kollégám segítette. Az abdaiak, vagy egykor abdaiak közül a következő személyek váltak, vállalták, hogy elmesélik emlékeiket. Polgár József, Magyar Tibor, Fekete Árpád, Kosbai Győző, Vaszari László, Somogyi György, Kókai Zoltánné, Szabó Márton, Lászlófi István, Kozma Istvánné, Pénzes Kálmánné, Nagy Péter, Szücs Imre, Makrai Antal, Szép Ferenc, Pénzes Jánosné, Szabó Lajos, Páp Istvánné, Tarvai Gabriella. Amikor elkészültek ezek az interjúk, ezeket Polgár Tibor szerkesztette készre, a felesége Novák Csilla segítette. Kész anyagot jó magam tördeltem és rendezte össze, borító grafikáját munkatársunk Földes Éta készítette. Korrektori munkákat az abdai Lintér Tibor vállalta. A könyv bevezető tanulmányát Polgár Tibor készítette el többheti levéltári kutatás után. A levéltári anyagok meglehetősen hiányosak és nehezen kutathatók. Nagyon sok dokumentum volt, aminek csak a borítója volt meg, nyilván volt tartva a levéltárban, de tartalma nem volt. Ez a történelmi áttekintés a második világháború utáni években indult. A 34 oldalból csupán 11 oldal foglalkozik az abdai viszonyokkal. Először mi készítők is túlzásra tartottuk ezt az arányt, de aztán konszenzus alakult ki. Szükséges az országos kitekintés ahhoz, hogy a későbbi interjúban leírt történeteket jól értelmezzék az orvosi. Ezután az interjú készítő egyetemistákat és a két pedagógust mutatjuk be. Ők mondják el néhány mondatban azokat a gondolatokat, amit megfogalmazottak bennük a beszélgetések kapcsán. A könyv szerkezetében következő blokkban olvashatók a beszélgetések, szám szerint 22. Akad két olyan megkérdezett, akik két kérdező biztos is felkeresett. Más típusú kérdések hatására ugyanaz a személy elkészült interjú más lett, ezért a szerkesztők úgy döntöttek, hogy egyik sem maradjon ki. A blokkot az 1997. októberében Valóksér Sándorné által jegyzett beszélgetés zárja, az akkor még élő Nádasi Gyulával, aki egy fontos szereplője volt az 56-os történéseknek. A könyv végére igyekeztünk olyan mellékletet csatolni, melyek tartalmilag kötődnek az interjúban megismert abdai eseményekhez, személyekhez, másrészt visszaadják az akkori kor hangulatát. Olvashatják az abdai ideiglenes nemzeti tanács első ülésének jegyzőkönyvét, a forradalom alatt kötetett házasságot jelzik, hogy az élet nem állt meg ezekben az időkben sem. Egy katonai archívumból beszerzett légi felvételt is szerepeltetünk a könyvben. Ez alaposan szemügyre éve sok embernek emlékeket idézhet, hiszen olyan dolgok is láthatók rajta, amik ma már nincsenek, illetve olyan dolgok, amik ma már vannak, ezen még nem szerepelnek. Kosgai Győző és Kozma Imre évek alatt összegyűjtötték azon személyek névsorát, akik a forradalom napjában távoztak külföldre. Rixelné, Szokori Kornélia megemlékezett egy rövid írásban az 56-os kopjafánk felavatásáról az 50. évfordulón, hogy ennek a kopjafának 2012-es áthelyezéséről mostani méltó helyére.
megtekinthetnek még egy családi archívumból előkerült határozatot, melyből érezhető, hogy a termőföldek önkéntes felajánlásának mechanizmusa, hogy is történt, hogy volt ez, és mit idézett a kor hangulatában. Ezt a könyvet egyszerű emberek írták, szerkesztették és készítették. Olyan egyszerű emberek, mint amire az 56-os események részvevői is voltak. Parasztok, munkások értelmiségének, akik alkítói, vagy csak szemtanúi voltak az abdai eseményeknek, történéseknek, vagy abdaiként máshol érték át ezt az időszakot. Ajánlom ezt a könyv olvasását mindazoknak, akik még a távol is akarják magukat tartani a politikától, felelősséget éreznek a jelen mindennapjaiban szűkebb közösségük, családjuk és gyermekük jövőjében. Ajánlom azoknak is, akiket érdekel a szülőfalunk múltja, a itt élő emberek élete. Szeretnénk, hogyha ez a könyv minden abdai család könyvespolcára kerülhetne, ebből az emlékkötetből. Kereskedelmi forgalommal nem kerül majd, az év végéig munkaidőben községházát átvehetjük ezek a példányok, az első, akár ünnepségünk záró buszolózását követően itt a recepción. És végül szeretnék egy tisztelt példát átadni a térségi országgyűlési képviselőnek. Kérem, hogy olvassa majd el. Látják majd, hogy az előszobában, a kabátom, ott volt a kovasom.
1950 sem emlék, sem múltad nem vagy, sem történelem. De a lényem egy kioperálhatatlan darabja, testrész, ki jöttél velem az irgalomatra, a reménységbe, mindenségbe, hol a semmi vize dugok a hid alatt, melynek nincs korlátja. Életemnek te adtál értelmet, vadállókat, éjjelre és kedvet a szenvedéshez, meg örök. Mindig te fogtál a kézem, ha buddadoztam, magasra emeltél és nem engedted, hogy kifulladjak lényem. 1956, te csillag, nehéz út, oly könnyű volt veled. Oly réges-régen süszta ér hajamra, ragyog sokáig még sírom fel. Thank you.
Eszter. Szereplő: Élő András, Farkas Anna, Farkas Tata, Horváth Simon, Gál Dávid, Tinotai Réka, Kocman Dominik, Lán Barbara és Szilver Bani. Közreműködő Csilla Ádám. A jeleneket Steininger Adél tanár nyújtott. Télen, ha este lett, robogtak a játékfegyverek, és az ablakokban kigyúlt a lámpafény. Dobták, ami nem volt elmondható. A kisfiú csak hallgatott, és a néhány szó, amit felfogott, hát minden volt, csak nem megnyugtató. A világbevő rádió egy őszi alkonyos, egy recsegő hang a hazáról beszél. Fogják ki a szovjet csapatokat! Új alulról induló választások legyenek a magyar dolgozók pártjában. Nagy Imre alakítson kormány, a sztálinista, Rákos is a bűnösöket váltsák le. Általános, egyenlő titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlés, sztrájkjogot. Vizsgálják felül a magyar-szovjet, illetve a magyar-jugoszláv kapcsolatokat a kölcsönös, be nem avatkozás jegyében. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet, a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket, a jóváltétel tényleges adatait. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a munkás létminimumot. Független bíróság, vizsgálja fölül az összes politikai gazdasági pert, bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a Szovjetunióba hurcolt foglyokat. Teljes vélemény és szólásszabadságot. Szabad rádiót! Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket, a jóváltétel tényleges adatait. Új nemzeti jellegű címert a katonáknak, új, a magyar hagyományoknak megfelelő egyenruhát. Március 15-e legyen nemzeti ünnep, október 6-a nemzeti gyászünnep és tanítási szünet. Szolidaritásra rendjen néppel! Október 27-én üljön össze egy országos diánkonferencia, ahol megvitatják a követeléseket. Apa persze kiment az utcára. Neki ott kellett lennie, ahol forró volt a levegő. Napokig kószált, mi pedig napokig rettegve vártuk. A kisfiú csak állt, és az ablakon kibámulva várt.
ki itt születtem, mégis ócsároltalak, ki szerettelek, s mégsem ismertelek. Bocsáss meg tévejgő fiadnak, dicső városom. Hogy is hihettem rólad, hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden, és elhittem, hogy a kövezet közlekedése való. Ültem a villamosokon, és azt hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy a falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek a falak lőrések, e villamosokból barikádokat lehet rakni, ezeken az utcákon rohamra indulni, harcolni és győzni lehet. Téren zörögtek a valódi fegyverek, és az ablakba kihúnyt a lámpafény. A család, a délelő, a pincét a közöttől.
Köszönöm ezt a megható és szobálatos előadást. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, köszönöm mindenkinek, akik ma itt összegyűltek tiszta szívvel ünnepelni. Külön köszönöm minden szereplőnek a felkészülést. Ünnepségünk zárásaként kérem vonuljunk ki a községháza melletti 56-os fokjapához, és helyezzük el ott a tisztelet és emlékezés virágai koszorúját.
Köszönöm szépen a részvételüket!